kellemetlen esős időjárás ellenére ebben az évben is nagy volt a nyüzsgés településünk főterén, a 11-es kejdisznótoron. A hagyományőrző rendezvényre ebben az évben is több mint 10 csapat nevezett, a térség szinte minden pontjáról, de a határon belüli Mátha-Dereskéről és a határon túli testvér településekről, Székelykeresztúrról, Nagyszalontáról, Dereskről és Bánfi-Hunyadról is érkeztek vendégek. A főtéren felállított sátrakban már kora reggel sültek-főttek a disznóból készült finomságok, hagymásvér, kolbász, hurka, tepertő, minden csapat a tájegységére jellemző ízekkel próbálta levenni a lábáról a zsűri tagjait. A harmadik téli vásárban is szétnézhettek az érdeklődők, ahol a Hajdú-Bihar megyei települések kézműves termékeit is megcsodálhatták, vagy akár meg is vásárolhatták. A rendezvény előkészületeiről és programjáról Nátházi Tálas Csilla, a szervező Deleski Művődési Ház és Könyvtár igazgatója tájékoztatta televíziónkat. Minden évben már természetesen már decemberben elkezdjük a szervezést, hiszen nagyon nagy összhangú, ez a nagyon sok egyesület, civil szerveződés, illetve vállalkozó is segít, hogy ez a rendezvény elkészüljön. Persze a legfőbb támogató Derecske város önkormányzata. Idén 11 csapat van itt a sátraknál, illetve ők versengenek, illetve természetesen a vadászok, akik az ebédet főzik, és ők is minden évben segítik, hogy ez a rendezvény jól sikerüljön. Illetve emellett a disznótor mellett kiegészül idén is a téli vásárral, ami persze az idő nem kegyes, de tényleg hála, a települések nagyon kitartóak és itt vannak, bízunk benne, hogy azért felragyog a nap. A Csárdos sátorban folyamatosan megy egész nap a kulturális program, határon túlról, illetve Derecskei, a megyei csoportok lépnek fel. Természetesen minden korosztályra gondoltunk, a gyerekeknek kézműves játszó, az állatsimogató van, és ez persze az épületben, hogy ott azért a gyerekek ne ázzanak és ne fázzanak. Bízunk benne, hogy mindenki jól érzi magát, és a rossz idő ellenére is. Csatlakoztunk a Kulturázak éjjel-nappal programhoz is, ami pontosan erről szól, a közösségépítés, a hagyományápolásra, amit most megvalósul Derecskén az idejében is. A rendezvény ünnepélyes megnyitóján Bakó István városunk polgármestere, dr. Nagy István a Főművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára és dr. Vitány István településünk országgyűlése képviselője mondott köszöntőt. Tisztelt államtitkár úr, képviselő úr, elnök úr, polgármester és alpolgármester kollégáim, kedves meghívott vendégeink, nagy-nagy vendégszeretettel köszöntelek benneteket Derecskén a hagyományos disznótorban. Hanyadik is ez a disznótor, hallottam a megszólítást. 10. és 12. Azért 12., mert 12. alkalommal kerül megrendezésre, és ebből kettő volt, ami nem Derecskén volt, egy Mikepércsen, egy pedig Nagygalom-Falván, tehát Derecskén pedig a 10. Meg szokták tőlem kérdezni, hogy napjainkban milyen értelme, miért is kell egy disznótort, egy közösségi disznótort tartani. Én erre mindig azt szoktam felelni, hogy 40-50 éve erre semmi szükség nem lett volna. Hiszen emlékszem, hogy gyerekkorunkban, péntek, szombat, vasárnap arra ébredtünk, hogy visítanak a disznók. Tehát az utcában, a szomszédságban, valahol mindig volt disznótor, és nem kellett a gyermekeknek, unokáknak egy közösségi helyen bemutatni. A másik, ezen messze túlmutató indok az, hogy nagyon jó megismerni, nem csak azt, hogy Derecskén milyen volt egy hagyományos disznótor, hanem azt is, hogy milyen volt a Kárpát-medence más-más magyar lakta területein. És ezért már 10. vagy 12. alkalommal ezért jövünk össze, hogy megismerjük, hogy a Felvidéken, Székelyföldön, Arany János szülővárosában, más testvérvárosunkban hogyan is zajlik egy disznótor. Amikor szerettünk volna ezen a rendezvényen egy kicsit még nagyobbat, még mutatósabbat, még többet nyújtani az embereknek, akkor a megyei önkormányzattal karöltve megalakítottuk a vásárszövetséget, és én már harmadik alkalommal a disznótorunk kibővült egy megyei téli vásárral. Az elmúlt két évben bizonyította, hogy ez a két rendezvény szerves egységet tud alkotni, egyik segít a másiknak, hiszen aki eljön a disznótorba kóstolni, az hátha vásárba venni fog, illetve aki meg azt gondolta, hogy ő szétnéz a kézműves standok között, az gyakran ezek a finom illatok becsalogatják ide a disznótorosok közé. Én bízom benne, hogy annak ellenére, hogy a Jóisten egy kicsit nehezíti a dolgunkat és esőt bőven ad nekünk, ennek ellenére az elmúlt esztendők megszokott remek hangulata lesz. Bízom benne, hogy a zsűri hasonlóan nehéz feladatot vállalt, mint az elmúlt években, nem csak darabszámban, hanem minőségében is az elmúlt esztendőkhöz hasonló remek ételek fognak elkészülni.
És ami a legfontosabb, hogy a ide látogató néhány ezer ember, bárhonnan is érkezett, jól érezze magát, és finom, hagyományos, disznótoros ételeket kóstoljon. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok idén is a meghívásunkat, és jó versenyzést kívánok! Igen, tisztelt polgármester úr, kedves képviselőtársam, elnök úr, alelnök úr, kedves derecskéiek, nagyon nagy tisztelettel köszöntöm minnyájukat, és bevallom, hogy nagyon nagy örömmel érkeztem. Szerintem bár esik az eső, de azt szerintem nem nekünk lett ez a reggel gyászos, hanem sokkal inkább azoknak a disznóknak, akik fölött ma tort ülünk. Tort ülünk, mert a magyar kultúra része, nyugodtan mondhatjuk, hogy szerves része ma már a disznótor. Való igaz, amit polgármester úr mondott, hogy ezelőtt néhány évtizeddel ezt mindnyájan magunk ünnepeltük, és hívtuk a barátainkat, rokonainkat este arra, hogy azért üljünk össze, és ma ez közösségivé szélesedett, és ma már ezt egy-egy falu főterén, vagy város főterén közösségben éljük meg, de megéljük. És ez a mi felelősségünk, hogy ez a kultúránk része, ez továbbra is megmaradjon. Tudják, olyan érdekes dolog, és hagyd meséljek egy nagyon személyes dolgot, hogy nekem a porkoláb nagymamám az idevalósi, itt született. És pontosan, amikor az ember megkóstolja valamelyikük főztjét, akkor előjönnek azok az ízek, amit a nagymama csinált. És ezt nem felejti el az ember sohasem. És az a célunk, hogy továbbadjuk gyerekeinknek, unokáinknak mindazt a kultúrát, ami ebből fakad. A pálinkának a tiszteletét, azt a szokásjogot, hogy hogyan is indul egy disznótor, miket készítünk, hogyan készítünk. Mert akkor, amikor azt kérdezik, hogy mitől vagyunk mi magyarok, de messzebb megyek, mitől vagyunk mi derecskeiek, attól, hogy akár hogyan csináljuk a disznótort. Hogyan csináljuk a hurkát, a kolbászt, a sonkát, vagy éppen a pecsenyét, hogyan ízesítünk, mik azok a titkok, amelyek családokat, vagy akár az egész derecskei közösséget jellemzi. Mert ezek az apró dolgok kötnek minket össze, és fűzik úgy szorosra a szálat, hogy mi elmondhatjuk, hogy derecskeiek, vagy éppen magyarok vagyunk. A magyar gasztronómia újra fénykorában van. És tudják, minek köszönhető? Annak köszönhető, hogy felfedeztük a hagyományainkat, ezt tiszteletbe tartjuk, és ezt ötvözzük a legújabb, legkorszerűbb találmányokkal és technológiai eljárásokkal. A Földművési Minisztériumnak az a célja, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni a feladatunkat, hogy a vasvillától az ezüstvilláig elkísérje mindazt a folyamatokat, amelyeket felügyel. És ha nincs jó minőség, ha nincs jó alapanyag, akkor akármilyen modern technológia jöhet, nem tudunk kiváló gasztronómiai élményekhez jutni, és nem tudunk kiváló teljesítményeket létrehozni. És szeretném megköszönni a gazdáknak azt, hogy kiválóan tették a dolgukat. Szeretném megköszönni a közösségnek, hogy ápolni kívánja mindazt a hagyományt, ami számunkra érték, és természetesen szeretném megköszönni önöknek, hogy szeretnek közösségben lenni, akarnak összejönni, még akkor is, amikor ilyen rossz idő van. Akarunk együtt lenni, mert a rossz idő ellenére is mégiscsak a közösségi élmény az mindent felülír. De van egy nagyon fontos dolog, amit a végére szeretnék elmondani, azt mondják, hogy a siker kulcsa, a rövid beszéd és a hosszú kolbász. Adja Isten, hogy legyen minél hosszabb ez a kolbász ma, és legyen minél finomabb, legyen minél ízletesebb. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, hogy részt vesz. Köszönöm szépen. Az az igazság, hogy egy picit késtem majd 4-5 percet, mert készültem erre a mai napra. Na nem beszéddel, nem akarok riogatni senkit, hanem a televízióban az Ízőrzők című műsort néztem, ahol egy délbaranyai kis zsáktelepülés, amelynek lakosságának 70%-a sváb, disznótorát láttam. Az az igazság, hogy a családban a disznótor szóra csak én mosolgok, a lányaim meg a feleségem nem igen. De ettől függetlenül egy kis diktatúrát alkalmazok, minden évben vágok magam is, úgyhogy én most elkerültem, nehogy a tömeg oda jöjjön hozzánk, én a jövő héten tartom a disznótort. Meghívok mindenkit szívesen, úgyhogy egy remek csapat jött össze, és hagyományosan. És hát amit a polgármester úr is, meg az államtitkár úr is hangsúlyozott, hagyományozás és közösség összetartó ereje van a disznótornak. Itt ebben a televíziós műsorban is láttam, hogy nagyapáról, apáról, unokára, hogy szállnak a hagyományok, és hogy érzik hagyományainkat.
Én mindig szívesen teszek eleget a meghívásnak, hiszen, mint említettem, szívem csücske a téli disznótor. Bár most az időjárás nem éppen disznótorra hajaz, de reméljük, hogy ez a jó érzetünket nem befolyásolja. Egy személyes történetet én is hagyd mondjak el. Ha jól emlékszem, 4 évvel ezelőtt még a régi helyszínen volt, hasonló esős időszakban disznótor, és akkor nálam volt öreg barátom Makkároly, aki sajnos tavaly elhunyt, és átjöttünk feleségével együtt ide a disznótorba. Hát Karcsi nem éppen disznótorra készülve, egy vékony olasz cipőbe, egyik oldalt befolyt a víz, másik oldalt kifolyt a víz, de ez nem zavarta abban, hogy mindenkinél több magyar nótát tudva énekeljen egy sátorba, és előkerült egy tangóharmonikás is, ha jól emlékszem, a Komádi sátorba, és mindenki oda gyűlt. És most tavaly decemberben avattuk a Porté Dombővét a moziba, Berettyőfalvon, mert hiszen Makkároly is berettyőfalui, az apjáéké volt a mozi, és akkor sztorizgattunk ott a színpadon, és a felesége erre emlékezett legszívesebben, hogy Karcsi átjött, milyen jól érezte magát ő is, és azt mondja, mire szétnéztem már, mármint a feleség mondja, ő volt egyedül a hurkatöltő, és neki kellett tekerni, tölteni a hurka, mindenki ott hagyta a nótázás miatt. Na hát úgy gondolom, hogy legalább olyan jó kedv lesz a mai napon is, mint akkor. A versenyzőknek jó versenyzést kívánok, akik pedig hát éhesen jöttek, én készültem, nem sokat reggeliztem, de azért disznó sajtot ettem, azt itt nem készítenek, de más biztosan, úgyhogy én már készültem a mai napra minden formában, úgyhogy önöknek jó szórakozást, versenyzőknek jó versenyzést kívánok. Köszönöm, hogy meghallgattak. A köszöntő gondolatok után a Civálván Néptánc Együttes műsorával folytatódott a program.
István városunk polgármestere a rendezvényen elmondta, a hagyományőrzésen túl nagyon nagy közösségformáló ereje is van egy ilyen disznótornak. Ápolhatják a testvértelepülésekkel a kapcsolatot, megbeszélték az aktualitásokat is. A hagyományok felelőítésével a részvevő csapatok egymás disznótoros szokásait megismerhetik, bemutathatják, ezzel a fiatal generációnak átörökítve azt. Az alapötlet az volt, hogy a gyerekeink, vagy vannak ennek az unokái is, lássanak egy valós disznótort. Ez évtizedekkel ezelőtt nem volt probléma, hiszen minden utcában volt évente 1-2-3 disznótor, manapság ez már nem így van, és azt szerettük volna, hogy ezek a kisgyerekek is láthassák, hogy hogy kell kolbászt tölteni, mi is kerül a hurkába, és kóstolják, megérezzék ezeket az illatokat. Ez az egyik része. A másik része az az, hogy szeretnénk, hogyha a felnőttek, fiatalabbak és idősebbek is, az év elején lenne egy ilyen közösségi alkalom, a bálokon kívül talán ez az első alkalom, ahol találkozhatunk egymással is, és akkor itt léptünk egy kicsit tovább, a Kárpát-medence sok-sok területéről pedig meghívtuk a testvérvárosainkat, ismerőseinket, és így kerekedett ki belőle ez a hatalmas disznótor. Annyira látogatott volt a disznótorunk, hogy erre könnyű volt egy társrendezvényként a téli vásárt, a megyei téli vásárt, ami szintén az évben az első vására a megyének mellé telepíteni, és jól kiegészítik egymást, hiszen hasonló a célközönség, aki a kézműves termékeket, akár ételeket, akár használati tárgyakat szereti, az általában hagyományos disznótort is szereti, és ez igaz fordítva is, és azt gondolom, hogy ez így lesz a jövőben is, a két rendezvény terület erősíti egymást. A polgármester úr azt is hozzátette, a körülmények a korábbi évekhez képest sokat javultak, hiszen a Zöldváros projektnek köszönhetően jelentős átalakuláson esett át a rendezvénynek helyet adó főtér is. A Zöldváros projekt keretében ugye a Városház utca és a Szováti út eleje megszépült, emlékezhet mindenki arra, hogy tavaly télen bokáig érő vízben sárban jártunk, ez most sokkal kulturáltabb lett. Az időjárás valóban a jóisten most kicsit nehezíti a dolgunkat, hogy a disznótorban nagy hideg, a hóesés az nem probléma, ha melegebb van, az sem probléma, az eső, ami nem igazán kedvez, de úgy látom, hogy a csapatok legyőzik ezt az ellenfelet is. Thank you.
azt lehet mondani, hogy a turisztikai kínálat mindig attól függ, hogy tudunk olyan attrakciókat vinni a településekre, amivel kitűnnek a többiek közül. Azt gondolom, hogy a hagyományos disznótor az a magyar élet rendjéhez igazodó, de mégis azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon kevesen élik meg ezt az élményt. Én bízom benne, hogy ezt a most már 10. illetve 12. rendezvény olyan hagyományt tud teremteni, ami előbb-utóbb átlépi azt a határt, hogy nem csak derecskeiek, hanem a megyéből, illetve megyén túlról is ide érkeznek. Már az infrastruktúrás feltételek azért lassan készülnek, hiszen a városrehabilitációs programban egy új közösségi tér kialakítása, teljesen új, megújult környezetet fog eredményezni. Addig pedig már a csapatok nagyon jól felkészülnek, hiszen azt lehet mondani, hogy az országhatáron kívüli magyar településekről is itt vannak, tehát már bevezetve van ez a rendezvény. Minden lehetőség megvan ahhoz, hogy tovább tudjuk növelni ennek a látogatottságnak. A rendezvény célja elsősorban a hagyományos népi disznóvágások hangulatának felidézése, az igazi falusi disznótól kísérő ételek, hagymás vért, toroskáposzta, hurka, kolbász elkészítése, kiki saját ízvilága szerint. Elmondhatjuk, hogy végig sétálva a főtéren igazi disznótoros hangulat uralkodott mindenhol. A Csáda sátorban eközben színpadi műsorszámokat láthattak a megjelentek. Felépett többek között a Kormorán együttes énekese, a kétszeres harmónia díjas Vadkerti Imre is. Hát nagyon-nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Remélem mindenki jól van és jól érzi magát. Sajnos én vezetek, bár jó kupicával bedobnék, megmondom őszintén. Most hát gondolom a bőlérek sem szomjasak és jó a hangulat mindenhol. Most hoztam rockopera részleteket, természetesen az István a királyból nagyon kötődik hozzám a rockopera, és egyéb kormorándalokat. Én azt hiszem, hogy mindenki megtalálja majd a saját maga ízlésére való dalokat. Viszont kezdjem egy olyan dallal, mely visszatekint a múltban, arra Magyarországra, mely 20 előtt volt, 1920 előtt egy visszaemlékezés. A dal címe Szegény Magyarország. Látom fakul a nép, a régi ház talál. Jön egy új ezer év, mondd mit hoz, mit talál. Hol a szabadító remény, cít egy új világ, miről annyit álmodtál. Fentről zúdul a szó, a piszkos szűke áll. Haragossan a pont, ki benn a mélyben jár. Hol a szabadító remény, egy hívát túl világ, miről annyit álmodtál. Szegény Magyarország.
szépen! És akkor következzen az István a Király Rock Opera mű nyitánya. Mondd, te kit választanál. Számítok mindenkire. Remélem, egy jó kis kórus alakul ki itt. Hát szóljon a dal. Én azt hiszem, hogy mindenki ismeri a dalt. Kérlek egy kis zenét bent, ha lehet, a zengetővel.
A rendezvényre szintén műsorral készült a Kékkáló Citara Zenekar, a Deleskei Hagyományőrző Nyugdíjas Klub, a Derűs Alkon Nyugdíjas Klub és a Jóbarátok Nyugdíjas Klub is. Yeah.
csapott a kisza, ki csapott a medvét. Kis fejlovam, én így jár a vizébe, sáros kantál, szára van a kezembe. Régi babám csapodál, csak kejász az eszembe. Fekete cserepes, fekete cserepes, a szobáti bíró háza. Sírva sétál benne, sírva sétál benne, a szobáti bíró háza.
És a Derűs Alkon nyugdíjas klubtánc csoportját láthatták, és ahogy látom, az újabb térforma jelzi, hogy még nem fejezték be és nem hagyják ott a világot jelentő pocsolyákat, hanem tovább folytatják műsorukat egy újabb világot rengető csárdással. Fogadják szeretettel!
ágozzon a hagyományos nyugdíjas klub és a derűs ébredés, nem. Derűs fiatalság, nem. Derűs, hol van itt az alkony, hagyjanak már ezzel az elkezéssel. Derűs ébredés, néptánc csoport. Köszönjük szépen!
Yeah.
azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmok visszahozzák véged majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy házó sarkonyon. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmok visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az elkünk boldogságot visszaidézzék.